a generikus gyógyszeripárban van egy kémiai szennyeződési történet, amely eléggé kiborította a bilit. 2018 nyár végén néhány valzartán tartalmú gyógyszert visszahívtak a bennük talált N-nitrozodimetilamin NDMA rövidítéssel miatt, de a probléma folytatódott. Ha részletesen megvizsgáljuk ezt a helyzetet, hát sokat elárul ez a szituáció az úgynevezett generikus gyógyszerüzletről. Na most, mielőtt elmélyedünk ebben, köszönetet szeretnék mondani a csatorna állandó támogatójának az Ormos Intézetnek, mely egy jól felszerelt magánintézmény, magasan képzett, tapasztalt szakorvosokkal. Az intézet elérhetősége a videó alatti leírásban megtalálható. Nos, mi is ez a generikus gyógyszerüzlet? Hát a gyógyszergyártókat alapvetően két csoportba lehet osztani, etikus, azaz originális, és generikus gyártók csoportjába. Az etikus, tehát eredeti gyógyszereket fejlesztő cégek jelentős mértékben fektetnek be a gyógyszerkutatásba és fejlesztésbe új gyógyszerek fejlesztése érdekében. A gyógyszer kutatási folyamat hosszadalmas, költséges és kockázatos is, hiszen nincs garancia arra, hogy minden gyógyszer jelölt anyag beválik a klinikai vizsgálatok során. A generikus vállalatok pedig olyan gyógyszerek előállítására összpontosítanak, amelyek úgymond biológiailag egyenértékűek az eredeti márkás termékkel, miután azoknak a szabadalma lejárt nem költenek a gyógyszer kezdeti kutatási költségeire, új gyógyszerek fejlesztésére egyáltalán, magyarul csak lemásolják az eredeti gyógyszereket, és olcsóbban hozzák forgalomba ezeket. Gyakran jóval olcsóbban. Na most miért kapnak ezek erre lehetőséget? Hát, ha valaki iPhone-t vagy BMW-t akar koppintani, hát annak komoly gondjai támadnának joggal mindenfélével. A generikus gyógyszergyártók meg teljesen legálisan csinálják ezt. Most ez amiatt van, mert az egészségbiztosítók, és igen, gyakran az ezek mögött álló állam kevesebbet akar költeni a lakosság gyógyszereire, ezért lelkesen üdvözli az ilyen másolós cégek tevékenységét, főként az olyan terápiás területeken, ahol nagy tömegű beteggel kell számolni, mint a diabétesz, a magas vérnyomás, vagy a vérzsírokkal kapcsolatos betegségek. Nagyon sokat tudnak spórolni, ha ezeket a gyógyszereket kapja a beteg, és nem az eredetit. A kutatáshoz kapcsolódó magas költségek miatt az eredeti gyógyszerek ára jóval magasabb. A generikus gyógyszerek pedig azért olcsóbbak, mivel ilyen költségük nincs. Csak a termelésre és a forgalmazásra koncentrálnak, ami költségmegtakarítást eredményez a fogyasztók és az egészségügyi rendszerek számára. Tehát mind az ellátórendszerek, mind pedig a betegek számára anyagi előnyt jelent a generikus cégek ténykedése. Ha egy új gyógyszert kifejlesztenek, a szabadalmaztatás után 15-20 év körüli piaci kizárólagosságot biztosítanak a, ezeknek a cégeknek verseny nélkül, és az originális gyógyszert kifejlesztő cég úgy határozza meg az árat, majd, hogy nem, ahogy akarja a védelmi idő leteltével ugrásra készen állnak a generikus cégek, és hirtelen elárasztják a piacot az eredeti gyógyszer árának töredékért az ő általú gyártott, koppintott gyógyszerrel. Azonban van itt egy érdekes bökkenő. A tényleges gyógyszerészeti hatóanyagnak, amit API-nek is neveznek rövidítve, gyakran csak néhány forrása van, azaz csak egy vagy két helyen gyártják a világon az adott hatóanyagot egyes cégek megvásárolják ezt az anyagot, és kapszulákká, tablettákká formálják. Majd még több cég újra csomagolja ezeket különféle neveken. A szabadalmaztatott, tehát originális gyógyszerek sokkal könnyebben követhetők, mivel még egy eredeti gyógyszer szabadalma alatt, áll, csak az az egy cég jogosult a forgalomba hozatalára, amelyik ugye hát kifejlesztette. Lehetséges, hogy több beszállítójuk van ezeknek, különböző kiindulási anyagokhoz, de ez az egy meghatározott útvonal, amely az adott vállalat kezében van, az, az könnyen nyomon követhető. Tehát ha szar van a szarvan, a palacsintában vagy Pestésen mondják, akkor megvan, hogy hova kell menni, könnyen nyomon követhető a folyamat. A konkrét esetben ebben a Valzartán ügyben a Valzartán visszahívását a kínai Zhejiang Huahai Pharmaceuticals által gyártott alapanyaggal kapcsolatos problémákra vezették vissza. Tehát ez az a kínai gyártó, aki maga gyártotta, készítette az ap t tehát a tényleges gyógyszerészeti hatóanyagot. Nevezzük ezt a céget a továbbiakban ZHP-nek az egyszerűség kedvéért. Eredetileg csak két generikus cég volt, amelyek tablettáit tartalmazták a ZHP anyagát, a Teva és egy másik amerikai generikus cég. Ezek aztán a hatóanyagot tovább értékesítették, és további kilenc átcsomagolt valzartán termék keletkezett így. Van ez, mint az MLM. Valami százalékot húznak később abból is, amit már nem is ők adnak el, hanem a, az alapanyagot tőlük vevő cégek. Később az FDA az összes létező alapanyag tesztelése során megállapította, hogy nem csak a kínai ZHP, hanem az indiai heterolabs által gyártott valzartán is szennyezett volt, így a probléma már nem csak az egyetlen kínai gyártási forrás volt. Tovább nőtt az űrzavar azáltal, hogy több más angiotenzin blokkoló osztályba tartozó gyógyszert is szennyezetnek találtak, mégpedig a az írbezartán volt egy ilyen. Ezúttal azonban egy másik rákkeltő vegyület bukkant fel a vizsgálatok során, az úgynevezett NDIA. Tehát volt már NDMA, ez meg az NDEA. Hasonló, de nem azonos vegyületek. A részletekbe nem érdemes itt most belemenni. Elég annyi, hogy az alapanyag, tehát az API gyártója most az indiai Aurobindo cég volt. Persze rögtön visszahívták az anyagot, még egy ebbe a gyógyszerosztába tartozó vegyületről, a lozartáról is kiderült, hogy szintén a ZHP gyártotta, és szennyezett volt. Hát ugye volt nagy zizgés riadalom. Nyilván, ha egy szintetikus szerves vegyész megvizsgálja a helyzetet, a következő lehetőséget találja meg. 1. Folyamat kémiai probléma van. 2. Úgy tűnik, hogy a probléma vonatkozik minden szartán nevű angiotenzin 2 antagonistára. Itt jegyzem meg a túlszínes fantázia rendelkező nézők kedvéért, hogy nem sátán, hanem szartán ezeknek a neve, mert valami konteó indulna el És hát a harmadik opcióként pedig ugye az is lehet, hogy a szintetizálás körülményeinek a változásával hozhat összefüggésbe a probléma, mert korábban az egész nem fordult elő. Kiderült, hogy a gyártás során a kínaiak kicseréltek egy oldószert, a folyamat végén ugyanaz a végtermék jött létre, meg közben egy kis szennyezés, amit nem vettek észre évekig. A kínai ZHP olyan 2012 körül kezdte használni az új folyamatot, és úgy tűnik, hogy ezt követően más gyártók is előálltak a saját variációikkal ezen a kémiai útvonalon. Az N-nitrozaminok határozottan genotoxikusak tehát nem csak rákkeltőkön, a géneket is károsítják. Az hát, ilyesmit nem szeretjük gyógyszerekben, nem? Ha füstölt kolbászban van, arra nem reagálunk annyira hevesen, ott általában elnézőbbek vagyunk, és toljuk a nitróza, mint lelkesen. Ugyanis itt ugyanarról a vegyületről van szó, mint ami a pácolt húsokban keletkezik. Egy részük más élelmiszerekben is megtalálható, sőt adott ételek fogyasztásakor a bélbaktériumok is elő tudják állítani. Hát a húsi part ennek ellenére sose érte támadása nitrózaminok miatt. Mindenki vidáman eszi ezeket, el lehet képzelni, hogy jóval nagyobb mennyiségben, mint amit egy tablettával be lehet venni. De most a szennyezett gyógyszerek a téma, nem a gyulai kolbász, úgyhogy ezt most hagyjuk. Az FD szabványa szerint a nitrózaminok szintje nem érheti el azt a mennyiséget, amely a modellezése alapján 100 ezer emberből egynél rákot okoz, amennyiben 70 éven keresztül normál adagban szedte a tablettát. Ez, elég szigorú, nem? 100 ezer 70 évig tolja a szert, és elég, ha egynek rákja lesz emiatt, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy egy 10 éves korában senki nem szed valzartánt. Nos, ehhez képest a ZHP anyaga az elemzések szerint 8000 beteg közül okoz egynek rákot, mindössze négy év alatt. Nem kell 70 évig szedni. Hát ehhez, ez, valóban elfogadhatott lesz, meg kell hagyni. Úgy tűnik tehát, hogy át kell gondolni a hatóságoknak a szintetikus útvonalak felügyeletét az alapanyag üzletákban. Azt már mondani sem merem, hogy esetleg a kínai alapanyagok használatán is gondolkodni kéne, Kína már számos téren bizonyított. Mérgező festékkel festett, gyerekjátékok, környezetszennyezés iránti nulla érdeklődés, de hogy mérgező, rákeltő gyógyszerek, ez hogy a bánádon történhetett meg? Most nem kell sokat törni a fejet ezen, hiszen jól tudod, hogy mennyire szeretik a kínaiak a pénzt. A generikus gyógyszer szintézisnél és gyógyszerkereskedelemben alacsony a haszonkulcs. A cégek pedig csak az árakkal tudnak versenyezni. Nem véletlen, hogy a cégek mindig olyan új megoldásokat keresnek, amelyek előnyt jelentenek a számukra, azaz költséget csökkentenek, hiszen a konkurencia miatt árat nem tudnak növelni, extra profitot többleteladással vagy lefaragott költségekkel tudnak produkálni. Tehát ebben az esetben egy olcsóbb. Oldószert használtak, valami kis kínai vegyészke okos szabadalmára alapozva, csak azt felejtették el megnézni, hogy menet közben még mi minden történik, miközben az olcsó eljárást használták. Hogy a búcsú teljes legyen, ugyanennél a kínai alapanyaggyártónál a Ranitidin nevű gyomorsavgátló alany alapanyagában is találtak valamiféle veszélyes szennyeződést. Zajlik a költségcsökkentés. És hát képzeljük csak el, a gyógyszergyártás a legszigorúbban szabályozott iparág. El lehet képzelni, hogy micsoda szennyek vannak azokban az úgynevezett táplálék kiegészítőkben, melyeket a kapszulárosok tologatnak az emberekre, paradox módon gyakran olyanokra, akik épp az ilyen botrányok miatt fordultak szembe a gyógyszerekkel. Vagy legalábbis részben, hiszen vannak politikai irányzatok, akik bádok mesékkel növelik az ellenérzéseket kizárólag politikai térnyelés céljából. A valódi problémákat elhallgatják, a gyógyszeripar, ámblokk, a pénzéhes, ezt egyszerű kommunikálni és manipulálni pedig csak egyszerű kommunikációval lehet. Az kényes nekik, hogy Kína pénzéhes, semmi semmitől nem riadnak vissza. Ugye, Ugye ebben a példában is láthattuk. Sokkal jobb ennél a megfoghatatlan, kötbevesző, homályos utalgatásoknál konkrétabbat nem közlő manipuláció, hadd gondoljon minden a hallgató arra, mire épp akar. A vitaminok és táplálék kiegészítők piacát szinte sehol a világon nem szabályozzák. Se azt, hogy mit árulnak, se azt, hogy az honnan ered. Nem kell bevizsgáltatni a portékát, csak bejelenteni, hogy van. Akik ezeket forgalmazzák, semmilyen licenszre, végzettségre vagy diplomára nem kötelezettek. Tudsz írni? Nyithatod a kapszula Ilyen egyszerű. Hamarosan ezzel kapcsolatban is beszélünk majd részletesebben. Hát addig is minden jót, ne egyetek cukrot, rostot annál inkább. Jó éjszakát!